aki elmegy a tőketerebesi Andrássy mauzóleumba, az a fehér márvány épületben lát egy angyal alakot, aki Andrássy Gyula és Kendefi Katinka fekete márvány szarkofágjára borul. Zala György a lányukról, Ilonáról mintázta a szobrot. Családja az egyik legismertebb történelmi nevet viseli. Mert hiszen ki ne ismerni Andrássy Gyulának a nevét? A szép akasztottnak, aki már életében legenda volt, s akinek emléke az utódok életét is meghatározta. Életük hol Budapesten folyt, hol meg valamelyik vidéki kastélyukban, de főleg a felvidéki tőketerebesen. A két idősebb gyerek, Tivadar és Ilona még az emigrációban született, az ifjabb Gyula viszont már itt. Az egyszem lány, az erős akaratú, szigorú Ilona gyermekkora úgy telt, mint a többi arisztokrata lányé. Idegen nyelvű nevelőnők, majd házasság. Az ifjú férje az 1849. október 6-án kivégzett mártér miniszterelnök Batthyány Lajos unokája volt. Győr vármegyének volt a főispánja, ez alatt nagyon sokat tett Győr nagyvárossá, fejlesztésért, iparosításáért, aztán a fiumei kormányzóságon szintén Fiumének, mint kikötő városnak a fejlesztésért, és ott volt mellett a felesége Ilona, aki szívügyének tekintette a magyar nők munkájának megbecsülését, összefogásukat, ezért is vállalta el a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének elnökségét. Az első elnök volt 1904-ben, de unokahúgával, a Vörös grófnéként ismert Katinkával szembe konzervatívabb irányvonalat vitt. Fontosnak tartotta azt, hogy az elesett nőkkel foglalkozzanak. Az volt a nagy vágya, hogy a falvakban létrejöhessenek egy-két szobás, kicsi kórházak, ahol képzett betegápoló nők vezetik ezeket, és majd, hogyha odaér a körorvos, akkor egy helyen tudja őket ellátni, és többek között az volt a célja, hogy a falvakban lévő kuruzslások megszűnjenek, és ezáltal a magas gyermekhalandóság csökkenjen. Volt a családban egy nagyon erős anya, tulajdonképpen ő volt a család vezetője. Akivel nem lehetett mindig könnyű, mert szeretetét, aggódását időnként nehéz lehetett elviselni. Andrássy Katinka így emlékezett vissza erre. Pánikszerűen rettegett a bacillusoktól. Szigorúan megtiltotta akkor már 10 évesnél idősebb gyermekeinek, hogy olyan edényből legyenek, amit előtte nem forráztak ki és nem fertőtlenítettek. Nem volt szabad kezet fogniuk senkivel, aki a bacillusok megnételyezte külvilágból jött. Gyulához házitanítót fogadtak, mert iskolába járni természetesen nem engedték. Mihelyt megérkezett a házitanító, betuszkolták egy elkülönített szobába, ahol fertőtlenítővel le kellett mosakodnia. Sétálni csak a Dunaparton sétálhattak Ilona néni gyermekei. Sétaközben fertőtlenítő cukorkát kellett szopogatniuk, hazatérésük után pedig toroköblítés következett.